Pléva az én szülővárosom, 1948-ban születtem, 35 000-40 000 lakósa lehet, amikor megszülettem, akkor olyan 15 ezer volt, tehát egy igazi kisváros volt, ilyen mezőváros jellegű, leszámítva, kivéve a főteret és környékét, meg a vár, jobban mondva, akkor inkább még vár romnak a környékét. Tehát ez a város, ahol én a gyerekkoromat és a korai ifjúkoromat töltöttem, tulajdonképpen 20 évet. 1966-ban mentem el Léváról, de aztán 67-68-ban egy évre megint visszajöttem, ítéltem meg a úgynevezett 68-as eseményeket és bevonulást. Ha hazajövök Lévára, az mit mondjak? Egy más városba jövök haza, ez az alapvető élményem. Ez már egy más város, mint az a város, amely az én emlékezetemben él. Hát ha körülnézek itt a rengeteg lakótelepi ház körül, vagy akár a város központban, egészen más az arculata, mint mondjuk még a 60-as években is volt. Gondolom ez természetes, hogy így van, mert 1968-ban hát majdhogy nem végleg elkerültem Léváról, és az bizony már 40 év. Tehát egyre ritkábban jártam haza, a szüleim meghaltak. Feleségem pozsonyi, én magam is Pozsonyban telepettem le, tehát egyre kevesebb alkalom adódott arra, hogy Lévára jöjjek. Hát ebben a kis zöld házban a hátam mögött töltöttem el a gyerek és ifjúkoromat. 4 éves voltam, amikor ebbe a házba kerültünk. Ez a nagyanyám háza volt egyébként, az apai nagyanyám háza. Na most annak van egy története, hogy miért kerültünk mi ide egy belvárosi, tulajdonképpen luxus lakásból, és pedig az, hogy 1952-ben elég nagy tisztogatás volt a városban, és hát apám ilyen osztályidegen burzsoá elemnek minősült, már csak a jogi végzettsége miatt is, és egyik napról a másikra kilakoltattak bennünket, és nem volt hová menni. Hát nagyanyám egyedül élt ebben a házban, ő fogadott be. Falusi körülmények közé kerültünk, és hát az egyik szobában nagyanyám lakott, a másik szobában pedig mi négyen, a szüleim és én az öcsémmel. Ebben az utcában valók voltak a barátaim, ilyen vegyes társaság volt ez, a gyerekek fele szlovák, a másik fele magyar, és így felváltva beszéltünk egymás között, hol magyarul, hol szlovákul, itt fotbaloztunk az utcán, tavasztól őszig, rengeteget csavarogtunk és bicikliztünk, nem messze ide halastavak voltak, már nincsenek, mert lakótelepet építettek helyére. Tehát egy ilyen, ha az ember elhagyta ezt az utcát, egészen vadregényes volt egyébként. Az a alapiskola, ahol én is elsősként a tanulmányaimat kezdtem, az már nem létezik, lerombolták, ahogy itt a város központ számos más épületét is. Ez az épület, ahol most vagyunk, ez a magyar iskolának, a magyar általános iskolának 1962-től adott otthont, valahogy a 70-es évek elejéig vagy közepéig. Úgyhogy az általános iskolát végül is ebben az épületben fejeztem be. Egyébként ez az épület valaha apáca zárda volt, és sajnos mondom, a 70-es években aztán kiköltöztették innen a magyar iskolát valami lehetetlen fabarakokba a város szélére, de hát ez már az akkori várospolitikának és az akkori történelemnek a része, hogy miért történt így. Nagyon népes alapiskola volt, tehát nagyon sokan jártak az 50-es és a 60-as években a lévai magyar iskolába. Párhuzamos osztályok voltak elsőtől 9-ig. Ez az időszak úgy a 60-as évek elejéig, vagy inkább közepéig tartott, aztán egyre kevesebb magyar szülő íratta gyerekét magyar iskolába. Hát ha jól emlékszem, a magyar lakosság számaránya akkor 16-17% volt, most 12. Fogalmam nincs róla, hogy ezen a kapun hányszor léptem be. 7-es voltam, amikor ide költöztünk, és 9-es koromban hagytam el ezt az épületet, és hát jelentkeztem a lévai gimnáziumba. Ebben az épületben érettségiztem 1966-ban, és ez volt a lévai gimnázium, ennek a magyar tagozatára jártam 3 évig, és
Ezt a gimnáziumot most az akkori matematika tanáromról, Andrei Vrabelról és Vrabel Endréről nevezték el, aki abban az időben az ország egyik legjobb matematikusa volt, de rossz káder volt, úgyhogy egyetem helyett gimnáziumban tanított, szerencsére. Ez itt a Lévai főtér. Valaha gyerekkoromban itt volt a Lévai korzó. Ugyanis ebben a városban a korzózás az divatban volt, különösen az 50-es években. Vasárnap délután az elképzelhetetlen volt korzózás nélkül. Itt a főtér egyik sarokházába jártam 3 évig zongora leckéket venni. Egy nagyon kedves nénihez, akinek mégsem sikerült aztán zenészt faragnia belőlem egyrészt, mert bár érdekelt a zene, a futball azért jobban érdekelt, és végül 3 év után elkezdtem kimaradozni, még aztán végleg elmaradtam, amit most már utólag sajnálok. Aztán itt van a másik épületben, itt a mai városháza. Itt volt a Lévai Kölcsönkönyvtár, Közkönyvtár, rengeteg magyar könyv, tulajdonképpen a könyvtári állománynak a fele magyar könyvekből állt, tehát ide rengeteget jártam, nagyon sok könyvet kölcsönöztem ki, mert nekünk otthon eléggé kis könyvtárunk volt, tehát a II. Világháború alatt a szüleimnek a könyvtára elpusztult, így aztán azokat a klasszikusokat, akiknek a művei otthon nem voltak megtalálható, azokat itt a könyvtárban kölcsönöztem ki. Annak ellenére, hogy hetente vagy 10 naponta jártam a könyvtárba könyveket kölcsönözni, ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy később író lettem. Tehát meg sem fordult a fejemben gimnazista koromban, hogy én esetleg írói pályára lépjek. Tehát egyszerű mezei olvasó voltam, akinek tetszik az irodalom. De másfelől nyilvánvalóan az, hogy kamaszkoromban olyan sok könyvet elolvastam, és nem csak magyar irodalmat, világirodalmat is, tehát Balzaktól Tolstoyig szinte, hát nagyon sok 19. századi alapművet vagy fontos művet. Ez azért talán végső soron mégis belejátszott abba, hogy írói pályát választottam, tudnélik ezeknek a könyveknek köszönhetően szerettem meg az irodalmat. És hát végül is író lettem. Megjelent vagy 15 könyvem, ebből jó néhányat lefordítottak különféle idegen nyelvekre. Hát természetesen szlovákra legtöbbet, de franciára, angolra, németre, olaszra, szerbre, novellákat más nyelvekre is, most legutóbb éppen egy mongol és egy macedón fordítás készült el két novellámból. Tehát végül is azt hiszem, hogy hosszú távon nagyon sokat jelentett számomra az az irodalmi műveltség, amelyet itt gimnazista koromban megszereztem magamnak. Most az, hogy a szlovák olvasók mondjuk így, hogy szeretik a könyveimet, és ugye a szlovák irodalom kritika, egyáltalán a szlovák szakma annyira kedvezően fogadta a könyveimet. Fölismerik benne, ezekben a regényekben a saját világukat. És azt hiszem, hogy egyrészt én erre törekszem is, hogy ez valahogy jelen legyen, ha nem is ilyen szociografikus aprólékossággal, mert az tőlem idegen, de ennek a környezetnek, ennek a vidéknek a hangulata benne legyen, ennek a környezetnek, ennek a vidéknek a típusai benne legyenek a regényeimben. És én azt hiszem, hogy ennél fogva állhatnak közel az én írásaim a szlovák olvasókhoz is. ...1966-ban érettségiztem. Érettségi előtt ugye beadtam a kérvényemet a Komenszky Egyetemre, magyar matematika szakra, de mivel a magyarból nem sikerült letennem a fölvételi vizsgát, úgyhogy ugyanannak az évnek az őszén, tehát 1966. szeptemberében pótfelvételiztem a természettudományi karon, matematika-fizika szakra. Matematika-fizika szakon mindig volt elég hely
oda nem sokan jelentkeztek. Szóval így lettem aztán matematika-fizika szakos hallgató két szemeszteren át. De hát egyrészt a fizikát én úgy Isten igazából soha nem szerettem olyan nagyon. A matematikát igen, de a fizikát jóval kevésbé. Végül is eldöntöttem, hogy mégiscsak megpróbálkozom újra a bölcsészkarral, és akkor 1968 tavaszán beadtam a felvételi kérelmemet magyar-angol szakra. Tehát épp a legnagyobb felfordulás idején, amikor Pozsonyban még szovjet csapatok grasszáltak, Léván egyébként magyar csapatok, azért 68-69 alaposan megmozgatta az egyetemistákat. 20 éves kora körül minden ember lázadó. Hallottam egyszer egy bölcs mondást, hogy aki 20 éves korában nem lázadó és baloldali, hát az nem is normális ember. Aki viszont 50 éves korában még mindig lázadó és még mindig baloldali, az hülye. Tehát ez nyilvánvalóan egy folyamat, 20 éves kora körül lázadó az ember. És ez történetesen 68-ban egybeesett azzal a nagy politikai földrengéssel itt Csehszlovákiában, amelynek aztán ugye a szovjet beavatkozás vetett véget. Na azért természetesen tanultunk is, tehát nem arról volt szó, hogy éjjel-nappal sztrájkoltunk, de volt egyetemi önkormányzat, voltak diákvezérek, volt. Szóval egyszerűen a szabadság levegője érződött az egyetemen, de még a következő évben is, még 69-ben is, 69 végén kezdődtek aztán az egyetemen is a tisztogatások, és néhány diákot, akkori diákvezérek közül ki is vágtak az egyetemről. Én csak egy egyszerű mezei diák voltam, úgyhogy engem nem bántottak. Így az egyetemi éveimre visszagondolva, egy nagyon szép időszaka volt ez az életemnek. Itt ismertem meg a feleségemet is, úgyhogy én negyedikes diák voltam, ő első, szintén magyar szakos. 73-ban fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat. Na most az egyetem elvégzése után sokkal könnyebb helyzete volt az akkori diáknak, mint a mai diáknak. Tehát valahogy az egyetemnek is, és az államnak is gondoskodnia kellett arról, hogy a végzett diákot elhelyezze, vagyis munkát találjon a számára. Így történt ez velem is. Sturce Lajos tanár úr, aki a tanszékvezető volt, beprotezsált engem, hogy így mondjam, a Madács kiadónál, nevezetesen Fónod Zoltánnál, és így kerültem 1973-ban a Madács könyvkiadóba, mint szerkesztő. A Madács kiadó akkoriban a Dunaparton ilyen fabarakkokban leledzett még jó néhány évig. 1978-ban költöztünk aztán ide a Mihály kapu alá, ebbe az épületbe, és itt dolgoztam egészen 1992-ig. Most a Madács a Huszák rezsim idején egy oázis volt minden szlovákiai magyar értelmiségi számára. Olyan értelemben volt oázis, hogy valamit őrzött abból a polgári szellemből és részben pedig a 68-as szellemből, amit más helyeken kiirtottak és gyüldöztek. Ez azt jelentette, hogy a Madácsban egy nagyon szabad szellem uralkodott ezekben az elég sötét években és évtizedekben is. Másrészt pedig, és ez talán legalább ilyen fontos, hogy azért itt műhely munka folyt. Tehát amikor én beléptem a Madácsba, akkor itt olyan tapasztalt és kiváló szerkesztőknek lettem a beosztottja, mint Mayer Judit, vagy Hubik István, aki egyébként műfordító is volt, és ahol megtanították a kezdő, a zöldfülű szerkesztővel a szerkesztés minden csínyát, bínyát. Tehát amiért én nagyon boldog vagyok és nagyon hálás vagyok a Madács könyvkiadónak, az, hogy igényességre tanított és igényességre nevelt. És egy olyan korszakban, amikor a szellemi igényesség az nem volt sikk. Aztán még valami, egy olyan szerkesztőség
kovácsolódott össze a 70-es és a 80-as években a Madácskönyvkiadóban, ahol egy mindenkiért, mindenki egyért alapon tartott össze a társaság, és amikor valaki bajba került, amikor valakit kellemetlenségek értek, mint például engem is egyszer-kétszer a 80-as években, ugye a Durai per környékén, és a titkos rendőrség is molesztált, akkor a kiadó odaállt mellém, és nem mindenki, mondjuk az igazgató nem, de a főszerkesztő, aztán a közvetlen főnökeim és a munkatársaim. Tehát volt egyfajta szolidaritás, egy olyan szolidaritás, ami manapság, mintha már teljesen kiveszett volna. Előfordult, hogy politikai okokból menesztettek valakit a kiváló szerkesztők közül? Amikor én a Madácsba kerültem, akkor már nem. Korábban igen, a 68 utáni tisztogatások idején előfordult, de később már nem. És néha meg tudtunk védeni olyan kéziratokat, amelyeket a pártközpontban nagyon rossz szemmel néztek. És ki tudtunk állni, és lehet, hogy ez a kézirat nem jelent meg azonnal, de megjelent 2-3 évvel később, de megjelent. Ki boxoltuk, hogy megjelenjen. A szívosságon múlott az egész. Na most, ugye 89 novemberében vagyunk. Tehát azon az első nagy tüntetésen, amikor itt a téren vagy 100 000 ember csődült össze, egyik szlovák író kollégám azt mondta, hogy olyan marhák vagytok novemberben forradalmat csinálni, hát ki fog nektek kimenni az utcára? Hát kijöttek, és tele-tele volt a tér, és nekem akkor az éppen akkor alakult független magyar kezdeményezésnek a nyilatkozatát kellett felolvasni, mindaféle ilyen 12 pontot, nem tudom hány pont volt, lehet, hogy 13 vagy 15, már nem emlékszem. És hát fölmentem a tribünre, és éreztem, hogy egy nagy ilyen szikla kezd nőni a gyomromban. De most nem azért, mintha én attól féltem volna, hogy belénk lőnek, ettől valahogy nem ez. Hanem az, hogy amikor bejelentették, hogy független magyar kezdeményezés, halálos csönd lett. Most akkor 100 000 ember csöndben van, azért ez egy elég félelmetes érzés. És akkor arra gondoltam, na én most beszélni fogok, még magyarul is megszólalok. Hogy fogja ezt ez a tömeg fogadni? És ezért volt az a szikla, és mondom, halálos csönd volt, így látszik, egy angyal repült el a tér fölött, tehát egy kegyelmi pillanat, és akkor én elolvastam a tizenvalahány pontunkat, és akkor kitört a taps, és az ováció, és az aliens, és akkor azt mondtam, hogy na, így látszik, a magyar-szlovák dolgok rendbe fognak jönni, hát rendbe jöttek néhány napra. Vagy hétre. De az tényleg egy csodálatos pillanat volt, amikor ugye nem úgy néztek egy magyar szervezet szóvivőjére, mint valamilyen potenciális ellenségre. Nem állt fönn annak a veszélye, hogy esetleg mindenki börtönbe kerül? A szervezőkre gondolok. Hát erre is gondoltunk, de az első napokban ez kiszámíthatatlan volt. De hát az ember akkor már belevágott, akkor visszafordulni nem lehetett, azt végig kellett csinálni. Átsuhant az agyamon, hogy esetleg az éjszakát már nem otthon fogom tölteni. De a hatalom béna volt már, és ezt azért valahol a tudatalat mindnyájan éreztük, hiszen recseget ropogott körös körül minden, a berlini fal ledőlt már, Moszkvában Gorbacsov volt, Magyarországon már a harmadik magyar köztársaság, tehát valahol ezt azért úgy a tudatunk mélyén, ez úgy rögzült, hogy talán olyan nagy baj mégsem lesz, és itt a nagy pillanat, most itt a nagy alkalom, most jött el, és most ezt meg kell csinálni.1989-ben ugye nagyot változott a világ, hát én továbbra is a Madács könyvkiadóban dolgoztam, majd kineveztek, vagy megválasztottak az Irodalmi Szemle főszerkesztőjévé, de az Irodalmi Szemlét a Madács adta ki, tehát szintén a Madács kiadóhoz tartozott az Irodalmi Szemle is. 1991-ben határoztuk el néhányan, ilyen akkor még valóban fiatal írók és irodalmárok, hogy elindítunk egy új könyvkiadót.
Tehát megtörjük a madácsnak a monopóliumát, és az a irodalomnak is jó, az irodalmi életnek is jó, ha van konkurencia, ha minél több irányzat érvényesülni tud egy nemzet irodalmában. Tehát létrehoztunk egy könyvkiadót, a Kaligramot, amelynek én is az egyik alapítója voltam. Ugye mindenki beszállt valamilyen alaptőkével, valami kis pénzzel a kiadóba, és létrehoztuk. Ez egy ugrás a semmibe volt, az ördög tudta, mi lesz ebből, és mekkorát fogunk bukni, vagy nem fogunk bukni. És miután a kiadót megalapítottuk, folyóiratot is indítottunk, Kaligram néven, amelynek én lettem a főszerkesztője, és egy világ omlott össze bennem, mert én úgy képzeltem, ugye, hogy főszerkesztőnek lenni, az annyit jelent, a régi világban legalábbis annyit jelentett, hogy az ember ül, kéziratokat olvas, meghallgatja a beosztottjainak a véleményét, esetleg felülbírálja azokat, dönt arról, hogy ez a kézirat megjelenjen-e, vagy nem. Hát ez nem erről szólt 1992-ben már. Ez arról szólt, hogy hogyan tudok pénzt szerezni a lap fenntartásához. Az én életem nem kézirat olvasásokból állt, mint Kaligram főszerkesztője, hanem kilincselésekből. Ezek 1996-ban én búcsút mondtam a Kaligram könyvkiadótól, 3/4 évig szabadúszó voltam, ez alatt az idő alatt megcsináltam a doktorátusomat, tehát a PhD-t, és megpályáztam a Komenszky Egyetem magyar tanszékén, megüresedett egyik állást. Ez pedig a 20. századi magyar irodalomtörténet oktatása volt, Fonod Zoltán ment nyugdíjba ekkor. Megpályáztam, és végül is ezt a pályázatot megnyertem 1997 őszén, tehát beléptem a Komenszky Egyetem bölcsészkarának tanárai közé a magyar tanszékre, és hát azóta is itt vagyok, és nagyon jól érzem magam, és nagyon szeretek tanítani. Tehát én tulajdonképpen egyfajta ilyen írói, szakmai gyakorlatot is folytatok akkor, amikor tanítok. Amikor én egy Krúdi vagy egy Kosztolányi vagy egy Móricz szöveget elemzek, akkor azt egy kicsit saját magam számára is elemzem. Tehát igyekszem levonni ezekből az elemzésekből azokat a tanulságokat, amelyeket én, mint író, majd hasznosíthatok. Az én egyetemi életem az nagyon sűrű, mivel Prágába is járok tanítani, tehát a hét két napját Prágába töltöm, a többit itt Pozsonyban. Tanítok hétfő reggeltől, mondjuk csütörtök estig, de szinte szünet nélkül. Hát azért vannak lukas órák, ugye. Tehát ez egy eléggé sűrű program. Úgyhogy azt is jelenti, hogy az írásra egyre kevesebb időm jut. És lassan ott tartok már, hogy legfeljebb csak a hétvégén tudok odaülni az íróasztalhoz, és hát néhány sort vagy mondatot lefirkantani. Családi háttér nélkül azt hiszem, hogy az írói pályám az jóval, hát nem biztos, hogy olyan sikeres lett volna. Földult, szétzilált családban nehéz kreatívnak lenni, a konfliktusok azok szétzilálnak minden kreativitás. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a mi családi életünk az felhőtlen volt, távolról sem volt felhőtlen, de azt hiszem, hogy ez minden házasságban, vagy a házasság nagy részében ez normális. Gyerekek már nagyok, lányom 31 éves, és pincérnő egy belvárosi étteremben itt Pozsonyban. A fiam Gábor 28 éves lesz, és a szlovák kereskedelmi televíziónak egyik híradós riportere. Mind a két gyerekemtől született unoka, egy, és mind a kettő fiú. Tulajdonképpen az elismerést én két részre osztanám.
Az egyik, ami a díjakat illeti, a másik a szakmai és a közönsége, elismerés. Kezdjem az utóbbinál. Ez az Éles lövészet című regényen volt, 1981-ben jelent meg, és ennek nagyon jó szakmai visszhangja volt. Kicsit szokatlan volt a szlovákiai magyar olvasó számára, nem is annyira a tematikája, mint inkább a próza poétikája, ami nagyon avantgárdnak tűnhetett abban az időben a korabeli, sokkal inkább tradicionálisabb, realista prózához képest. Az Éles lövészet 1986-ban jelent meg franciául. Ez egy óriási dolog volt, mert egyrészt lehetőséget adott arra, hogy kijuthassak Párizsba, az én álmaim városába, ahol azóta már nagyon sokszor voltam, több mint egy tucatszor, de akkor voltam először. Mikor? 1987-ben. A könyv 86-ban jelent meg, de nem engedtek ki a könyvbemutatóra. Hát ez volt a hatalomnak egy ilyen kis betartása vagy gáncsa. Fél év múlva, amikor már nem volt aktuális az esemény, akkor már kiengedtek. Hát a szakmai elismerés az elég sokáig késett. A 80-as évek elején Madách-díjra javasoltak kétszer is, de mind a kétszer megfúrták ilyen politikai ideológiai okokból, úgyhogy a Madách-díjat én csak a rendszerváltás után kaphattam meg, 1990-ben először. De Magyarországon a 80-as évek második felétől aztán úgy jöttek a díjak. Elég sok. Végül 99-ben a Kossuth díj, ami hát a legnagyobb magyar állami kitüntetés egy író számára. Életműért kaptam, illetve a szlovákiai magyar próza megújításáért ilyen indoklás hangzott el a díj átadásakor. Én 1999-ben még csak 51 éves voltam, és Kossuth díjat általában egy kicsit idősebb írók kapják, tehát mondjuk a 60-on túl, sőt néhányan csak a 70-en túl kapták meg. Tehát meglepett a dolog, amikor fölhívtak telefonon Budapestről, körülbelül egy héttel a díj átadása előtt, ez ugye március 15-én adják át a díjat. Első pillanatra azt hittem, hogy valaki viccel velem, de az illető egy komoly ember volt, aki nem szokott tréfálkozni, úgyhogy hát megkaptam ilyen fiatalon, 51 évesen. Kicsit úgy feszengve is vettem át ezt a díjat, túl fiatalnak éreztem én magamat azért ehhez az én akkori 51 évemmel. Az ember igazából abban a pillanatban, amikor megkapja ezt a díjat, még nem is igazán tudatosítja, hogy mi történt. Ez ahogy múlnak a napok és hetek, akkor kezd úgy igazán letisztázódni az emberben, ez egy fantasztikusan nagy megtiszteltetés is, és megbecsülés. Teher is, mert egy Kossuth díjas író attól, hogy megkapta a Kossuth díjat, az még nem jelenti azt, hogy most már aztán ülhet a babérjain, tehát újra és újra bizonyítani kell. Mert ha ír egy vacak könyvet, vagy egy nagyon csapnivaló könyvet, akkor az olvasó azt mondja, na ez kapott Kossuth díjat. Nem csak rangot, hanem mércét is jelent a Kossuth díj.